Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Merkantil Bank Liga MB2-es labdarúgó bajnokság 22. fordulójában a fehérmezes Gyirmót Nyíregyházára látogatott. A vendégek kezdték aktívabban a mérkőzést, a 6. percben már a 2. helyzet volt Lázár Patrik előtt. Aztán jött a 8. perc, egy nagyon jó szöglet, egy rossz kimozdulás a kapuból, és Sandal Dominik pedig megszerezte a vezetést, ezzel 1-0-ra vezetett a Gyirmót. Sandal Dominik 3. gólja volt ez az idei bajnokságban. Itt látszik, hogy a nyíregyházi kapus egy kicsit alányúl a labdának, Dominik pedig jól érkezik ott a hosszú sarokban, tehát vezet a Gyirmót. Nem tartott azonban sokáig az öröm a 16. percben. Pekár, Gajdos, aztán Gréci, és már is 1-1. A mérkőzés eredménye, tehát egyenlíteni tudtak a hazaiak. Egy picit elaludt a gyirmóti védelem. Itt a középre lőtt labdát még sikerül úgy, ahogy felszabadítani, aztán Gajdos lövését még védi Rusák, de a kipattanóhoz már a hazai csatár ér oda először, tehát 1-1 a mérkőzés állása. Aztán a 28. percben járunk, egy visszagurított labda és egy nagyon elrontott lövés, Szalánszki volt az, aki megpróbálta eltalálni a kaput. 32. percben egy újabb hazai támadás, amit Rusák könnyűszerrel véd. Még mindig az első félidőben 4 perccel a lefújás előtt ismét Rusáknak akad egy kis dolga, aztán egy kis kakaskodás ott a kapu előtt. A 2. félidő 9. percében Kesztyűs az, aki Gajdos fele indít, és Rusák mozdul ki nagyon jól a kapuból. Aztán 2 perccel később jön az ellentámadás, Szalánszki Gergő az, aki kap egy jó beadást, de csak az égbe tudja fölfejelni a labdát, ez így veszélytelen lett. Aztán a 67. perc egy baloldali hazai akció. Pekár az, aki megcsinálja a cselt jobbra, ellövi, és csak a kapufának köszönhető, hogy marad az 1-1. A 72. percben aztán újabb hazai lehetőség és újabb Rusák védés. Sikerült még az érkező csatár előtt megfogni a labdát. Aztán Pekár szabadrugása a 75. percben és egy fejes. Szintén Rusák volt nagyon jó helyen. A 83. percben ismét a nagyon aktív Pekár próbálkozik, de csak az oldalhálót találja el, és az utolsó percben egy szöglet után még a gyirmótiak előtt adódik egy helyzet, de ez kimarad, így maradt a végeredmény, Nyíregyháza Gyirmót 1-1. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.